Irigylésre méltó képsorok, kuriózum a Mikulás zombai eljövetele. Felbíszített, kibilágított hintóval érkezik meg december 5-én este, immáron egy évtizede a télapó. Naná, hogy a háttérben a zombai lovasklub áll, ők találták ki ezt a magyar virtust fejlesztő köszöntést, amiben a klubhoz tartozó családok gyerekei részesülnek minden évben. 10 éve történt már, úgyhogy egy generáció felnőtt azóta, az első mikulásozásunk óta, és 10 éve minden évben jön a Lovas Mikulás, meglátogatjuk azokat a tagtársainknak, gyerekeit, unokáit, akik abban a korban vannak, és egy kis ajándékkal kedveskedünk nekik. Most már talán 5 vagy 6 évvel ezelőtt, én vezetőségi tag vagyok, hogy összeültünk előtte a gyerekek létszámát, leegyeztettük kinek, mikova, mennyi csomag legyen, melyik családhoz, és így ők szervezték meg ugye a télapó közbejárásával. Amit a gyerekek általában énekkel és verssel viszonoznak. Gumi, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de a virgacsó gyereknek nem való. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, minden gyerek már. Én hoztam neked egy kis ajándékot. Köszönöm. Parancsoljál. Köszönjük. Aztán jó legyél. Két rokon család, mert hogy az anyukák testvérek, várta 5 kisebb-nagyobb gyerek társaságában a lovaskocsis télapót Herevagy Péter házának udvarán. Kezdem a legkisebbel, ő itt Mátyás Márk, a ikertestvére Mátyás Márti. A nagyobbik testvér már be tud mutatkozni. Mutatkozz-e be? Te beszéltél a télapóval, mit adtál neki és mit kaptál? Mátás Márton. Márton vagy? És mit a télapónak te adtál oda? Te is adtál valamit a télapónak? Igen. Micsodát? Szajtottál jaiva, hogy boldog névnap a télapó, és ott volt egy kis Mikulás fej. Van abban a zsákban minden a javából. Finom csokoládé, megjáték, 100 fajta kisvonat, hintaló, kengyel is van rajta. Ha csendben várjátok, a sok ajándékkal bekopok hozzátok. Nagyon ügyes! Boldog névnap! Köszönöm szépen! Jaj, de kis ügyes vagy! Nagyon köszönöm! Hát, még én is kapok ajándékot? Mit napod van, Mikulás? Egyik a tiéd. Várjál, másik a két kis tesóé. Köszönjük! Köszönjük! Ők ma jövőre mondanak. Ó, egy a nagyfiúnak, a szép első. Egy pedig a nagylának egy kis vitamin. Meg 2 galamb cukor, hogy a fogak is rendben legyenek. Köszönöm szépen, Mikulás bácsi! Nagyon szívesen! Misocki Béláékhoz is betért a télapó, akit már az udvaron Nóri az egyetlen megajándékozott fogadott, aki nem egy közismert szép versen viszonozta a télatya látogatását. Ura, és tudsz nekem mondani valami verset? Igen. Na, hadd halljuk! Tóth Árpád Ferenc, latolgató. Ünneplőben öltözkedett kicsinke kis házunk, izgalommal készülődünk, Szent Miklósra várunk. Nem voltam bár túl jó gyerek, most már nagyon bánom, a Mikulás sosem volt rossz, lehetne barátom. És akkor, ha éppen jár el, s mondjuk nagyon fáradt, így hathatna csomagokat, gondolom úgy százat. Ne bajlódjon annyit vele, oly nehéz a zsákja, még a végén megbetegszik, gondoljon magára. Az erejét jól oszta be, hosszú lesz az útja, s hogy hol lakom, a Mikulás ugye tuti tudja. Tudom ám bizony, és azért kapsz is egy kis ajánlatot, maradt egy kis szaloncukor az zsákomba, jó? Köszönöm. Nagyon ügyes voltál. Köszönöm szépen ezt a szép verset. A zombai Mikulás neve, imáron a 3. titok, így nem publikus, Tamás István saját tulajdonú Ficu névre hallgató lovával és fogatával járja a falut Mikulás napján. Olyan 25-30 gyermekről van szó, olyan 10-12 család, és a felénél tartunk most, úgyhogy a 8 óra utánra hagyjuk azokat a szülőket, akiket megkérdeztük, hogy a gyerekek még nem alszanak, és még örömmel várják a Mikulást. A zombai úgynevezett hegyre már nem kell ajándékot vinni, de munka ez így is a javából, mindez annak a néhány elkötelezett gyerekszerető lovasembernek, aki ezt végigcsinálja.
nagyon nagy munkaszándék kell hozzá, türelem, nyugalom és szelíd ló kell legyen. A gyerekek meg szokták simogatni, tehát nem lehet olyan ló, amit nem lehet babusgatni. A Lovas Mikulás színfolt a helyi, a zombai kulturális palettán. Kivitelezői nem bánnák, ha egyszer finn mintára szánkóval közlekedne ezen a napon a Mikulás.